Már csak kevés munka van hátra a horvát határon kialakított kerítésen, de egyelőre nem lehet tudni, hogy mikor akarja a kormány elrendelni a zöld határ lezárását. Stábunk szerette volna megnézni, hogy Zákány közelébe, ahol a menekültek döntő többsége érkezik, mi a helyzet, de a korábbiaktól eltérően ma már nem lehetett a drótkerítés közelébe menni. Az azonban messziről is látszik, hogy a három méter magas kerítés áll, előtte háromsoros pengésdrót van, de a tetejéről még hiányzik, egy sorban ugyanez. Pár nappal ezelőtt még készíthettünk felvételeket közvetlenül ott, ahol a menekültek belépnek magyar területre Zákány közelében. Ma már azonban az áteresztő pontról csak messziről lehetett felvételeket készíteni, a határ vonalához már nem engedték oda stábunkat. Néhány nappal ezelőtt még megengedték a rendőrök, hogy oda menjünk, ahol a határon átkelnek a menekültek, most már azonban ezt is korlátozzák, csak ilyen messziről vehetjük föl őket, hogy érkeznek, és azt, hogy a kerítés milyen állapotban van, már közelről nem is mutathatjuk meg. A helyieket sem engedik már a kerítés közelébe, pedig ők nagyon várják, hogy elkészüljön és megszűnjön a nyüzsgés, ami azóta tart, amióta a menekülteket a horvátok tömegesen szállítják ide. Szeretnénk túl lenni rajta, mindenféleképpen. Itt ez a kis falu, ez a mozgás, hát az őrület. Hát meg az utca, hát itten valamelyik éjszaka, tegnap vagy tegnap előtt, éjszaka hajnalban, a népet itt vihették valahol. Ma olyan ricsajba út hangos, hogy az nem is igaz. Nagyon várjuk a határzárat, ha ma lezárnák, ma az is késő van. Harmadik hete megy ez a jövésmenés. Nagyon kis pici szűk utcában lakunk, nagyon sok autók, rendőrök járnak, nagy a forgalom, nem vagyunk hozzászokva. Hál' Istennek sok a rendőr, katona, akik megvédenek bennünk. Nagyon sokan jönnek még mindig. Nem sokkal délután egy újabb 1200 fős csoport érkezett a Zákányi áteresztőponthoz. A menekülteket ugyanúgy, ahogy eddig mindig, azonnal vonatra szállították, azzal Hegyeshalomba vitték őket, ahonnan gyalog mehetnek át Ausztriába.